Nem adtam esélyt, hogy felálljon. Hát, jó, hát találtam dolgokat, én nem mondom, 600-as cowboy csizma azért, az se rossz. Ezek 25, 20, 13, 25. Hát még mindig ez a katonai, az még mindig jobb, de azért nagyon szuperul néz ki ez a 20-as, az biztos. Mondjuk ez nem olyan nagy kaland. Fekete inget, és szerintem ezeket hely miatt nem tudok velük mit csinálni, most nem tudok foglalkozni. Na és akkor az van, hogy azt hiszem ezeket megnéztem, ezt nem vesszük fel, mert nem kell. És akkor viszont ezt itt szét kéne még csapni. Ezt nem, itt nem néztem bele, nem bizony. Pedig összetett így tervrajz ott volt benne. Hát ebben még remélek esetleg valamit. Nézom, hogy mennyire fáradok közben, de hát nem olyan vészes azért. Viszont ezt a csákányt, ezt majd, hát igen, alkalomattán ezt meg kell azért javítani már. Akkor lesz jó, nem sokára, amikor már acélcsákányt tudok, mert azért az még, az aztán odaver csúnyán. De az a jó hír, hogy igen, nem már volt. De az a jó hír, hogy ezt ugye többször nem kell így szétverni, hanem ez már, ide már csak vissza kell jönni lootolgatni. Ezt nem hiszem, hogy néztem meg, azt nem. Fogadjunk, egy egész csapat jön. Az hát, én annyira sejtettem, hogy ez lesz. Neki áll az ember egy kicsit dolgozni, az ahogy tele van egy kicsit az inventory, ma haza kell menni azért kipakolászni, mert azért kicsit tele vagyok. Ma délután 1 óra. Ez a sisaklámpa, ez nem kell, ez csak ilyen sötét. Most nem tudom, nem süt a nap, vagy süt, én nem tudom, de olyan kis érdekes az idő. De mondom, hogy kéne csinálják egy feljárót, hogy ne kelljen így izélgessek. Na nézzük, mit dobok, hova dobok? Jó, kávé is, abszolút nincs rá szükségem, de jó. Ezt is itt hagyom, mert igen, azt is ott hagyom. Ezek, ezt, melyiket? Ezt mondjuk, ezt behajítom. Ezeket ide, ezeket majd mennek olvasztásra. Ez is megy olvasztásra, meg ez is megy majd olvasztásra. Hát olyan helyen most nem jártam. Itt, ja, még egy barna pulóver, ez nem kell nekem. Az nem kell ide, azért van itt egy kis... Ezért, ja, és hát a motoromból is még azért ki kéne. Mocikából is azért, hát végül is most lehet a benzinnek is feleslegesen, hogy foglalja nekem a helyet. Na, gyorsan kihaigálom már még innen is, ami olyan. Fogókalapács, ez, töltény. Jó, és azt hiszem, hogy ezek meg ide jönnek. Itt az a sok szoknyával se tudom mit csinálok, de nem érdekes csak. És most én azt hiszem, hogy a következő, megyünk még tovább, mert illetve hát
tulajdonképpen legjobb lenne mondjuk azt is megnézni, hogy mit tudok fejleszteni, mert ugye most nyertünk egy kis zsetont, na most megnézzük, hogy ezt is, hát igen, akkor ezt pont meg tudom venni, ez nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy én ezt eldobom. Igen, akkor honnan is veszek, innen veszek már egy másik. Hát, mondjuk ezzel vagdosok, de most nem vagyok, nem tudom már, hogy tudok-e vadászkést csinálni, mert most nem tudom, hogy megtanultam, vagy nem tanultam meg, nem tudom, de mindegy, ebből legalább akkor csinálok most egy jobbat. Meg hát az íjamat is jó lenne szétszedni, mert az is elég gatya. Szed, és akkor csinálunk egy újabb fajíjat. Azért az már keményebb falat lesz. 39, hát ez jó kevés lőszerem van. És akkor ki akarok venni valahonnan, honnan vegyek ki, hiszem innen egyet. Ezt a csákányt megjavítjuk. Majd alkalomattán azért nem lesz ez mindig így, csak most majd lehet este, mert itt azt este majd dolgozgatunk, de hát most jó van ez így. Na, nézzük már még így, hogy hogy érzem magam. Hidratáltság egyet iszok, és akkor megyek is tovább egy kicsit. Na, én például nagyon szívesen elmennék arra, ott vannak ilyen havastályok, arra ugye nem nagyon jártunk eddig. Nincs valami nagyon erős motor ebbe a motorba, de mondjuk hát jó, nem is kell itt annyira rohanni. Itt még egy kis kukoricát is szedhetnék. Az is... egy kicsit... ha szisztematikusan haladok, akkor az beletelik egy kis idő, sajnos. Van, amelyiket le lehet szedni, van, amelyiket nem, mert vagy még nem, vagy már nem. Tehát itt az a baj, hogy ez nem mindet lehet. De hát itt nem sok kukorica maradt, úgy látom. De hát mondjuk ez most nem is lényeg, mert én nekem most az a lényeg, hogy ami van, mert ez ingyen kukorica, ezt most leszedem, és akkor ezeket hát félig meg is eszem egy részét, meg aztán kukoricamagot csinálok belőle, és a kukoricamagból meg aztán én fogom elültetni most már és abból lesz saját kis ültetvényem, tehát ezek csak ilyen kis az, hogy nem szedte itt le. Vagy nagyon gyorsan megyek, nem biztos, hogy leszedi, nem biztos, hogy tudok itt futni közben, azért nem szaladok. Hát mindegy, ezt már csak nem hagyom itt, ezt a kis kukoricát. Sok zöldakat. Csak hát ezekből máshogy nem nagyon lehet így kimazsolázni, mert most itt én rohangálhatnék itt közben, aztán vagy sikerül mindet, vagy nem, tehát itt akkor meg keresztül kasolít rohangálnék, tehát inkább választom ezt a módszert, most már mindjárt végzek, csak így szisztematikusan itt végigmentem, és akkor ami olyan, azt összeszedtem, nincs is. Hát mennyit szedtem? Hát azért 70-et. 70-et összeszedtünk. Hát azért abból is kijön néhány pöri, mert ugye 50, vagy 5 kukorica kell egy pörihez, meg hát ugye más is kell, mert 5 krumpli is kell, meg minden, de azért, hát ez már itt a múltkor szerintem itt krumpli volt, azt innen már múltkor. Hát addig a havas tájig nem igen fogok elmenni, ahogy elnézem, mert itt víz van.
Ah, itt is ez krumpli, hát akkor ezt viszont össze kéne szedjük. Csak összejön meg én egy kis pöri, mert kell, és kész. Hát most igen, azt is megnézhetnénk majd, de nem valószínű, hogy erre fele van, de hogy itt például merre megy itt az út, mert arra úgy néz ki, hogy megy valami út. Arra át lehet menni, csak nem is annyira ez érdekes. Hanem majd esetleg vissza lehetne majd menni a leges-legelső bázisunkra, mert hagytunk ott is vasércet mi egymást, tehát ami még akkor per pillanat nem nagyon kellett, és azért hagytunk ott dolgokat. Na, itt is valami kis ültetvény, ez az is jó. Egy kis fincsi áfa, de miért nem szeded össze? Hát nem szedi össze mindent, tehát nyomom. Itt jobban ki lehet szúrni, ha ott hagyok valamit. Ez itt mellettem, ez viszont egy roncstelep, vagy minek hívják ezt, vagy hát valami ilyesminek lehet mondani. Egy ilyen, hát ilyen szeméttároló, vagy nem tudom, mindegy, tehát ilyen érdekes dolgok vannak, és hát, majd ha nagyon unjuk magunkat, bemehetünk egy ilyen helyre is. Viszont tényleg most eszembe jutott, hogy hát amúgy van itt egy katonai bázis is, és például ott én nem jártam még, de még pedig ott is azért találhatnék pár érdeket. Itt sem voltam bent. Hát itt meg főleg ilyen kaját találhatnék, de megnézhetjük. Igen, itt az autókat, azt már megnéztem, az biztos. Hát, nem is látszik, hogy hol van. Hogy látszik, hát valaki ott tornál. Ja, itt is itt van előttem, csak... Kecsapos a szája, csókolom, törölje már meg. Hoppá. Mellőütöttem, ne haragudj. Hát még ott is biztos van bent valaki. Ne integessél, nem megyek én el sehova. Ó, hát menj már onnan, nem tudom lerakni. Ó, gyerek. Ja, hát valahogy azért muszáj bebiztosítsa magam, hogy ne támadjanak hátba. De azért, na, mennyivel jobb így motoron. Hát, te meg hogy kerültél oda? Az a baj, hogy látjátok, azért, hát igen, ez, hogy egy óra alatt telik el egy 24 óra, azért az látszik, szóval egy óra az azért az gyorsan eltelik. Én azért játszottam régebben úgy, hogy két óra legyen egy óra. Hát ezt itt most törjünk, húzzunk. Hanem már azért ilyenkor már
Kezd esteledni, kiki nyugovóra lassan. Két sőfogó is jött. Mit kezdek vele? Teltház van már megint, tehát egyszerűen nem tudom, hogy mondjuk ezzel legalább tudok csinálni, amit, aminek hoztam, de hát ha itt találnék mondjuk tárcsás puskát, az nem szokott lenni. Sajnos, az nem szokott lenni ilyen helyen. Ajaj. Hát ennyi, ez nagyon ki lett számolva. Egy darab hely nem maradt több. Semmi. Ja, hogy egy hóbogyó, hát jó van. Együk meg azt, hogy egy hóbogyó, gyerekek, mert nem tudok sem csinálni. Jó, hát most már mindegy, itt is jártam. Nem mondhatom, hogy nem jártam, mert most már itt is jártam. Csak egy nagy baj van, hogy tele vagyok. Egy nagy baj van, hogy tele vagyok. És ezt viszont most már tudnám fejleszteni, hát akkor ezt csak olyan irányba menjünk már, hogy ha már tudunk fejleszteni, akkor fejlesszük. Csak ki kell dobáljak innen minden, mert nem fér semmi. Úgyhogy neki kell burgonya, üres üveg kávé, krizantém. Jó, ezeket is innen. Az nem. Hát. Aztán ezeket is. Azokat szerintem az olvasztóba teszem közvetlenül. Jó, és akkor. Hát én szerintem ezeket a főzőedényekből is nagyon sok van, szerintem ezt is, ez is menni fog végül az olvasztóba, mert nem tudok mit csinálni velük. Jó, ezek is mennek majd. Na de viszont, ami nekem kell, az pedig az, hogy ez de minden itt van, kivesszük ezt a jó pufa kis 200-ast. Igen. És megyünk fejleszteni. Ennek is még csak kiöntöttem, de ez is meg kell még száradjon. Úgyhogy meg kell száradnia még. Úgyhogy arra is időt kell hagyni, hogy száradjon. Viszont nekem kellene itt egy kis felfutó, vagy valamit ide csinálni. Ezt szerintem meg is csinálom gyorsan, mert akkor hát valahova ide. Azt mondom, csak lehet, hogy közelebb lenne. Vége. Ja, lehet, hogy így. Akkor ez még magasabban. Az is lehet, hogy majd még magasabban kell itt menni. Hát igen, mert ez még így nem fog tudni. Ez még így nem lesz jó.